A tojásokból 36 nap után keltek ki a fehér nandufiókák, akik kezdetben főleg rovarokkal táplálkoztak, de most már a szülőkhöz hasonlóan elkezdték csipegetni a zöld leveleket is. A nanduk Dél-Amerikában, Bolívia, Uruguay, Paraguay, Brazília és Argentina nyílt füves térségeinek lakói. Első pillantásra olyan, mintha kis truccok lennének, de alkatuk lényegesen karcsúbb. A vad szürkésbarnás színezet mellett kitenyésztettek fehér tollazatú állatokat is, ilyen színűek a Nyíregyházi Állatpark nandúi is. A csibék jelenleg a madárházban nevelkednek, de amikor elérik az egyméteres magasságot, csatlakoznak majd az ivarérett állatok csapatához. A fészekhagyó nandú csibék között egy hónapnyi a kerési különbség, ez még látszódik a magasságukon is, hiszen kb. 15-20 centi van a legfiatalabb és a legidősebb állat között. Az ő növekedésüket pulykanevelő táppal, illetve speciális lágy ellenséggel gyorsítjuk meg, hiszen aprított zöldség, gyümölcskeveréket, illetve főtt tojás biztosítunk a számukra, és körülbelül fél év múlva már ivarérett nagyságukat elérik, azaz olyan 1 méter 70 centisek lesznek. A nanduk párzási időszaka bárki számára azonnal felismerhető, hiszen a kakasok jellegzetes táncukkal, imponáló magatartásukkal, kiterjesztett szárnyaikkal hívják fel magukra a tojók figyelmét. Ebben az időszakban a betolakodókkal is igen agresszívan viselkednek. A párosodást követően a kakas földbe vájt mélyedést készített, melyet növényi anyagokkal bélelt ki. Ebbe a védett fészekbe rakták le a tojásokat a tyúkok, melyeket a kakas költött ki. Csak nem minden földrésznek megvan a maga jellegzetes futómadara. Afrikában a struccél, Ausztráliában az emu, Új-Guineában a kazuár, Dél-Amerikában pedig a nandú. A Nyíregyházi Állatparkban jelenleg struccokat, emukat és nandukat láthat a nagy közönség.